Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit a Kós Károly Akadémia előadássorozatának legújabb előadásán, és ugyancsak szeretettel köszöntöm azokat a nézőket is, akik a tévéképernyőjén keresztül követnek minket. Az előadássorozat elérkezett a nyári szünet előtti utolsó előadáshoz, és egy rendkívül érdekes témához, és pedig az 1848-49-es szabadságharcoshoz. Mai meghívottunk Herman Róbert, a Károly Gáspár Református Egyetem Bölcsésztudományi Kar Történettudományi Intézetének vezetője, a Hat Történeti Intézet és Múzeum főtanácsosa. Azért puskáztam, hogy ne süljek bele ebbe a nagyon hosszú címbe. Az előadás címe pedig, ha itt a puskámon azt szerepel, hogy Sukorótól világosig, az 1848-49-es szabadságharc hat története. Akik itt voltak a múltkor, is nagyon sok ismerős arcot látok itt a közönségben, azok szerintem izgalommal követhették, hogy a kuruc-osztrák harcok során mi minden beszámított, és mennyit számított az, hogy a kurucok gyengébb haditechnikával és haditudással rendelkeztek. Én kíváncsian várom, hogy 48-as, 49-es szabadságharcban ezek az erőviszonyok hogyan alakultak. Akkor átadnám a szót a meghívottunknak, és utána majd az előadás során után lehet kérdezni. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én is nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Ugye, hogyha összevetjük a Rákóczi szabadságharcot a 48-49-es szabadságharccal, akkor két jelentős különbséget mindjárt láthatunk. Az egyik az, hogy a Rákóczi szabadságharc eltartott 8 évig, 1703 és 1711 között. A 48-49-es szabadságharcnak pedig a katonai része az gyakorlatilag egy évre szűkíthető, hiszen 48. szeptember 11-ével a Jelosics horvátbán haderejének a támadásával kezdődik, és 1848. augusztusában a mozgó hadseregeknek a fegyverletételével lényegében véget ér. Hogyha nagyon jó indulatúak vagyunk, akkor még további hónapokat előre és hátra hozzáadhatunk, hiszen ugye már 48. júniusában megkezdődnek a hadműveletek a délvidéken a szerb felkelők, a szerb lázadók ellen, és 1848. október elejéig a komáromi erőd tartja magát a Dunántúlon, illetve a felvidéken, és gyakorlatilag annak a kapitulációjával ér véget a 48-as szabadsághoz, tehát így nagyjából kijön egy olyan szűk másfél évre, ellentétben a kuruc háború 8 évével. Viszont, hogyha a katonai teljesítményt nézzük a két oldalon, akkor a 48-49-es szabadságharc hadserege egyértelmű fölényben van, hiszen míg a kuruc haderő gyakorlatilag a Rákóczi szabadságharc minden egyes csatáját elveszítette, tehát azokról az összeütközésekről beszélek, amelyekben a két fél főerői általában a fővezérek jelenlétében szembe kerültek egymással, és amelyeknek a hadjáratok egészére nézve döntő jelentősége volt. Ezeket az összecsapásokat a kuruc haderő mindet elveszítette, ugye Koroncót, Nagyszombatot, Pudmaricet, Zsibót, Trencsét és Romhányt. Ugye a Romhányt azt a tetejébe úgy, hogy már megnyerték a csatát, csak elkezdtek fosztogatni, és közben visszajött az ellenség. Na most ugye 48-49-ben összesen 11 nagy csatát vívott egymással a két fél, és ebből a 11 nagy csatából 5-öt a honvédsereg nyert meg, de a másik 6-ból is 5-öt nem úgy veszített el, hogy elszaladt a világ négy égtája felé, hanem gyakorlatilag rendezett körülmények között hagyta el a csatateret, olyan módon, hogy lehetetlenné tette, hogy az ellenség a hatatós üldözés során megsemmisítse ezt a haderőt, ezért is tarthatott egyébként ilyen hosszú ideig. És ugye van egy harmadik különbség is, ez pedig az, hogy míg a Rákóczi szabadságharcban a kuruc haderő csak a császári haderővel került szembe, addig 1848-ban nem csak a magyar, hanem az európai történelemben is példanélkül álló módon a magyar szabadságharc hadserege két nagyhatalom fegyveres erejével volt kénytelen megmérkőzni, a császári királyi haderővel, amelyik Európa egyik legnagyobb létszámú, még ha nem is az egyik legjobb hadserege volt, és ugye a kétségkívül legnagyobb hadserege lesz pedig a cári Oroszországnak a 200 ezer főnyi segélyhada, amely segélyhad egyébként jelentősebb volt, mint az a hadsereg, mint amelynek a segítségére, hogy a császári királyi hadsereg segítségére küldték. Itt többé-kevésbé elmondtam az előadás végét, de azért ne ijedjenek meg, még nincs vége a dolognak, hanem akkor most lássuk is, hogy részleteiben ez hogyan néz ki egészen pontosan. Ugye 1848 előtt Magyarországnak nem volt saját hadserege, a császári királyi hadseregnek voltak magyar ezredei, a gyalogságnál, a huszárságnál, a tüzérségnél például nem, műszaki alakulatoknál szintén nem.
És a Magyar Országgyűlésnek és a magyar kormányzati szerveknek semmilyen módon nem volt beleszólása ennek a hadseregnek az alkalmazásába. Ez az uralkodónak, illetve az uralkodó által irányított udvari haditanácsnak a jogosultságai közé tartozott. Annyi joga volt csak a magyar politikai elitnek, ez sem volt egyébként kevés a Habsburg birodalmon belül, hogy időről időre dönthetett a császári hadsereg számára megajánlandó újoncoknak a létszámáról, illetve a császári királyi hadsereg szükségleteire megszavazandó hadiadónak az összegéről. Azért mondom, hogy ez sem volt olyan kevés, mert a birodalom többi területein ezt rendeleti úton érvényesítette az uralkodó, a magyar félnek pedig volt némi alkupozíciója, amit aztán föl is használtak, például a reformkorban, amikor Kossuth Lajos, Veselény Miklós és mások ellen felségárulási pereket indítottak és bezárták őket, akkor a következő országgyűlés azt mondta, hogy addig nem adnak újoncot és nem adnak hadiadót, amíg az uralkodó ezeket a pereket föl nem függeszti, és az elítélteket szabadon nem engedi, és valóban ez meg is történt, ugye 1840-39-40-ben ezek az emberek visszanyerték a szabadságukat. Na most 48 tavaszán, amikor az európai forradalmi hullám következtében az uralkodó szentesíti az áprilisi törvényeket, és hivatalba léphet a Batthyány Lajos gróf miniszterelnök által vezetett felelős kormány, akkor az egyik legfontosabb vitakérdés az éppen az, hogy mit kezdjenek a hadsereggel, milyen joga lesz a magyar kormányzatnak a hadsereg irányításával és alkalmazásával kapcsolatban. A harmadik törvénycikkben, amelyik a legfontosabb az áprilisi törvények közül, amely a felelős kormányról intézkedik, van egy olyan kitétel, amely szerint az uralkodó a továbbiakban a végrehajtó hatalmat mindazokban a tárgyakban, amelyek korábban a magyar királyi helytartó tanácshoz, a kancelláriához vagy a kamarához, tehát a közigazgatás és a pénzügyigazgatás szerveihez tartoztak, vagy ahhoz tartozniuk kellett volna. Ezekben a kérdésekben a magyar kormány útján intézkedik, és minden rendelete csak magyar miniszteri ellenjegyzéssel lesz érvényes. Ez önmagában jelentősen korlátozta az uralkodónak a mozgásterét. És itt felsorolják a különböző tárcákat, és a tárcák között szerepel a minisztériumnak a honvédelmi osztálya, ez ugye a szakminisztérium manapság, mert az egész kormányt hívták akkoriban minisztériumnak. Nem véletlen, hogy nem hadügy, hanem honvédelmi tárcáról beszélnek, ugye ez egy szűkítettebb értelmezés. Ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy valami beleszólása van a kormányzatnak a hadsereg szükségleteinek a biztosításába, de az alkalmazásban magában ténylegesen nem. És a magyar kormánynak az első számú, vagy az egyik első számú szándéka az éppen az, hogy hogyan lehetne ebből a honvédelmi minisztériumból a hadügyminisztériumot csinálni, hogyan lehetne tényleges rendelkezést szerezni a Magyarországon állomásozó császári királyi haderő, illetve az itt lévő császári királyi katonai adminisztrációs központok és egyéb szervezetek felett. És ez nem egy olyan egyszerű eset, hiszen Bécsben ennek minden tekintetben ellene állnak. Próbálnak fölterjeszteni még az áprilisi törvények meghozatala előtt egy hasonló jellegű törvénycikket, amelyben benne van, hogy a katonaság megesküdik az alkotmányra, és így tovább, de miután nyilvánvaló, hogy ezt Bécsben el fogják utasítani, ezért inkább nem is próbálkoznak vele. Akkor milyen lehetőségeink vannak, ugye? Van egy törvénycikk, a 22. törvénycikk, amely a nemzetőrségnek, a belső rendfenntartó erőnek a létrehozásáról intézkedik. A nemzetőrség ez nem hadsereg, hanem egy olyan belső rendfenntartó szervezet, amelyben azok kénytelenek, illetve kötelesek szolgálatot vállalni, akik választójoggal rendelkeznek, tehát legalább fél jobbágytelekkel, bizonyos éves jövedelemmel vagy értelmiségi végzettséggel, ugye itt az egyetemi főiskolai szintű végzettségről volt szó, és a törvénycikknek van egy olyan paragrafusa, amely szerint azokat is fel lehet venni a nemzetőrségbe, akiket ezen kívül a hatóságok a belső rend fenntartásában érdekeltnek tartanak. Gyakorlatilag ez egy olyan kiskapu, ami lehetővé teszi, hogy 48 májusában a magyar kormány meghirdesse 10 rendes, mobilis vagy mozgó nemzetőri zászlóhajnak a szervezését, ami azonban már nem hasonlít a tényleges nemzetőrséghez, mert egyrészt önkéntes alapon szerveződik, nem veszik figyelembe ezeket a vagyoni és egyéb előírásokat, végezetül pedig ez már valójában reguláris haderőnek tekinthető. Nem véletlen, hogy ezeket rövidesen nem rendes mobilis nemzetőröknek, hanem honvédeknek fogják nevezni. Ez a 10 honvéd zászlóhaj lesz, ugye nagyjából 10-12 ezer ember, a reguláris magyar haderőnek a magva, az önálló magyar haderőnek a magva, és egy olyan minta, amelynek a felhasználásával 1848.
szeptemberétől megindul a magyar hadseregnek a tömeghadseregé történő szervezése. Tehát ez önmagában egy óriási dolog volt. Ugye magát a hadügyi kérdést, illetve az országban állomásozó császári királyi haderő feletti rendelkezés kérdését is valamilyen módon rendezni kell, és Batthyány Lajosnak sikerül elérni azt, hogy az uralkodó 5. Ferdinánd 48. május 7-én egy királyi kéziratban a magyar kormány rendelkezése alá rendeli a Magyarországon állomásozó császári királyi haderőt, az itt lévő úgynevezett főhadparancsnokságokat, amelyek ezt a hadsereget irányítják, illetve a különböző katonai szervezeteket, tehát az Óbudai Ruházati Bizottmánytól a Mezőhegyesi vagy a Bábolnai Katonai Nénesig, minden a katonai raktárokig minden ilyen jellegű szervezetet. Majd pedig, amikor az Erdélyi Országgyűlés május végén elfogadja Magyarország és Erdély Unióját, és az uralkodó ezt június 10-én szentesíti, akkor június 10-én megy a kézirat Puchner Antalnak, vagy Anton Puchnernek, az erdélyi főhadparancsnoknak is, hogy a továbbiakban ő is a magyar kormánytól fogja venni a rendeleteit. És ezzel egy időben megkezdődik a birodalom más területein állomásozó magyarországi kiegészítésű csapatoknak a hazahozatala, amit már a 12 pont is követelt, illetve a Magyarországon állomásozó nem magyarországi kiegészítésű egységeknek az elvezénylése az országból. Az más kérdés, hogy ez 48. szeptemberéig hát olyan felemás eredménnyel jár. Ugye a lovassági alakulatok, a huszárok azok viszonylag nagy számban érkeznek haza, mert lóval viszonylag könnyebb jönni, a gyalogságból jóval kevesebben jönnek meg, és ebből kifolyólag, amikor 48. szeptemberében megindul a Jelosics támadása, akkor még majdnem ilyen, hát ilyen 60-40%-ban vannak itt magyarországi és nem magyarországi kiegészítésű császári királyi egységek. Ugye 48. májusától kezdve a délvidéken kitör a szerb lázadás, az ottani felkelők azok egy önálló szerb vajdaságot szeretnének, amely közvetlenül Bécstől függ, és ugye ebben nagyon komoly támasz lehet számukra az, hogy nem csak a polgári lakosságnak a fegyverfogható részére számíthatnak, hanem ott van a délvidéken, ugye gyakorlatilag a 17. század vége, 18. század eleje óta létrehozott úgynevezett katonai határőrvidék, amelynek az ezredeiben több tízezer jól kiképzett, jól felfegyverzett határőr katona szolgálja a császárt és nem a királyt, és ezeknek a határőrezredeknek a jelentős része horvát vagy pedig szerb nemzetiségű, ugye Erdélyben tudjuk, hogy két székely, illetve két román határőrezredről beszélhetünk. Emellett ott van mögöttük a félfüggetlen Szerbia, amelyből szintén százával, sőt ezrével érkeznek önkéntesek, akik meghonosítják a rájuk jellemző balkáni harcmodort, tehát ugye nem csak a fegyveres ellenséggel szemben lépnek fel kellő határozottsággal, hanem legalább ilyen határozottsággal és kegyetlenséggel harcolnak a egyébként nem fegyverforgató polgári lakossággal szemben, ugye egész falvakat írtanak ki félig vagy egészen, üldözik el a lakosságukat, gyújtják fel, mert ilyen módon akarják megteremteni az etnikai egyszínűséget ebben a térségben. Na most ugye a szerb felkelők ahhoz nem elég erősek, hogy nyílt harcban legyőzzék a délvidékre vezényelt reguláris katonaságot, majd pedig a honvédséget, ahhoz viszont éppen elegen vannak, hogy pokollá tegyék az ottani magyar polgári lakosságnak az életét, és megakadályozzák az országban a konszolidációt. Nagyjából 48. szeptemberére azonban, ahogy folyamatosan érkeznek az újabb és újabb erősítések, a magyar hadvezetés már egy ilyen gyenge fölényben van velük szemben, mondjuk az egyik legfontosabb erődítményüket, a Szent Tamási erődöt, azt háromszor próbálják meg bevenni, egyszer sem sikerül, ugyanakkor már visszafoglalják, vagy elfoglalják tőlük Perlaszt, sikerrel megvédik Fehér templomot, tehát nagyon jó teljesítmény látszik mutatkozni, és úgy tűnik, hogy októberre nagy valószínűséggel felszámolnák magát a szerb felkelést, hogyha nem lenne egy még fenyegető veszély, ez pedig ugye a horvát veszély. Ugye Magyarország, a magyarok és a horvátok között már a reformkorban voltak bizonyos konfliktusok. A horvátok nagyon rossz néven vették, ahogy a magyar reformellenzék megpróbálja az állami lét hát minél nagyobb részére rátenni a maga kezét, legyen szó akár a magyar államnyelvnek a megteremtéséről, vagy ha másról nem, ugye mondjuk a protestánsok jogainak a kiterjesztéséről. Horvátországban nem szabad protestánsoknak letelepedniük, annak dacára ugye, hogy közös államban vannak Magyarországgal. És emellett vannak bizonyos területi követeléseik is, ugye egyrészt a határőrvidéknek a horvát részét szeretnék magukhoz csatolni, ez ellen mondjuk még a magyar félnek sem nagyon van kifogása,
Szlavóniát, amelynek a lakossága jelentős számban horvát, illetve szerb, persze vannak magyarok is, de mondjuk közjogi szempontból nem Horvátországhoz tartozik, de igényt formálnak Zala megyének a Mura közi járására, illetve az úgynevezett magyar tenger mellékre, tehát Fiumére és a környékére, ami azért mulatságos, mert ugye Fiumében sem magyarok, sem horvátok nem nagyon vannak, ott főleg olaszok vannak, meg dalmátok, akik persze inkább Magyarországhoz szeretnének csatlakozni, mert Budapest jóval messzebb van, mint Zágráb, tehát sokkal könnyebben megélhetik a maguk életét, mint horvát fennhatóság alatt. 48 márciusában, amikor a magyar kormány még hivatalba sem lépett, ugye még csak Batthyány Lajos miniszterelnöknek a kinevezése van meg, már kinevezi az udvar Josip Jelasics határőr ezredest, és mindjárt elő is lépteti tábornokká Horvátország bányává, és egyemben megbízza őt a Horvátországban állomásozó, illetve a horvát határőrvidéken állomásozó fegyveres erőnek a parancsnokságával is, tehát gyakorlatilag a katonai és a polgári hatalmat egy kézben egyesíti. Itt az elsődleges cél az az, hogy a horvát határőrvidéknek a fegyveres erejét valamilyen módon biztosítsák. Ugye közben Itáliában is kitör a háború a piemonti szárd királysággal, meg fölkelnek a velencei és a lombardiai olasz alattvalói is a birodalomnak, de ezt a fegyveres erőt ugyanígy föl lehet használni Magyarországgal szemben is. És Jelos is gyakorlatilag erre az esélyre játszik igazából. Amint átveszi a hatalmat 48 áprilisában, már megszüntet mindenfajta érintkezést a magyar kormánnyal, és a magyar fél hiába akar vele tárgyalni, gyakorlatilag ezekre a tárgyalásokra Jelos is nem hajlandó, amikor pedig megjelenik, akkor mindig olyanokat követel, mint hogy az önálló magyar pénzügy, honvédelmi és kereskedelmi minisztériumot olvasszák be az osztrák központi minisztériumba, illetve hogy a szerbek kapjanak autonómiát a vajdaságban. Tehát ezek nem tipikusan horvát követelések, ezek birodalmi követelések egyértelműen. És emellett ugye elkezdi fölfejleszteni a határőrvidéknek a fegyveres erejét, folyamatosan mozgósítja az újabb és újabb zászlóaljakat, és ezeket folyamatosan küldi a Dráva mellékére, tehát ugye a horvát-magyar határa, megszállja a Szlavóniának a jelentős részét az otthoni tisztújításokon, elkergeti a magyar barát tisztviselőket, tehát egyértelműen fenyegető magatartást tanúsít. Ugye a horvát veszélyt és a szerb veszélyt érzékelve a kormányzat megteszi a maga intézkedéseit, kezdődik ez a honvédség szervezésének a már említett meghirdetésével, július 11-én folytatódik a népképviseleti országgyűlésen Kossuthnak a híres megajánlási beszédével, amelyben 200 ezer katonát és 42 millió forintot kér a haza védelmére, ez egy háborús költségvetés lényegében, és július 25-én pedig Mészáros Lázár honvédelmi vagy hadügyminiszter már benyújtja a törvényjavaslatát arra nézve, hogy hogyan kellene a kiállítandó először még nem 200, hanem csak 40 ezer újoncot beosztani a különböző egységekbe. Itt van egy komoly vita arról, hogy ezek a császári királyi hadsereg magyarországi kiegészítési alakulataihoz kerüljenek, hogy mindjárt ki lehessen őket képezni és fel lehessen őket fegyverezni, vagy pedig önálló honvéd zászlójakat hozzanak belőlük létre. Alapvetően az országgyűlés inkább az utóbbit pártolja, végül is egy kompromisszumos megoldás születik, feltöltik a Magyarországon lévő császári királyi, magyarországi kiegészítésű császári királyi ezredeknek a kereteit, sőt még némileg ezeket meg is növelik, viszont a fennmaradó újonc mennyiségből honvéd zászlójakat fognak kiállítani. Ezzel a törvénnyel, illetve a bankjegy kibocsátásról szóló törvénnyel, itt ugye az önálló magyar pénzjegynek a kibocsátásáról van szó, ezzel Deák és Batthyány augusztus végén Bécsbe mennek, hogy az uralkodó szentesítse ezeket a törvénycikkeket, erre azonban 5. Ferdinánd király nem hajlandó, tehát ilyen módon ezek törvényesen nem léptethetők életbe. És még egy intézkedést kell megemlíteni, hogy Batthyány augusztus közepén meghirdeti újabb önkéntes alakulatoknak a szervezését, ezek már törvényhatósági kereteken belül, tehát megyei, városi vagy kerületi kereteken belül történnek, ez az önkéntes mozgó nemzetőrség. Ezt már nem csak Magyarországon, hanem ezt megkezdik Erdélyben, illetve a visszacsatolt pártfiumi területeken is. Na most ugye 48. szeptember 11-én aztán beüt a menkő, mert hogy Jelasicsnak a serege, amely akkor nagyjából 50 ezer főnyi, a minőségével persze vannak különböző bajok, több ponton, illetve akkor még csak egy ponton, Varazsnál, a horvát-magyar határon
átlépi a Drávát, benyomulnak a murak közben, megszállják ezt a területet, mindjárt Horvátországhoz is csatolják, és ezzel gyakorlatilag megkezdődik a nyílt háború, ekkor még csak Magyarország, illetve Horvátország között, amiből aztán majd maga a szabadságharc, a Magyarország és Ausztria közötti konfliktus fog kifejlődni. Ugye a Dunántúlon állomásozó nem magyarországi kiegészítésű császári alakulatok, ezek főleg lovassági alakulatok szintén, tehát vértesek, könnyű lovasok és egyebek, ezek egymás után csatlakoznak a bánnak az előre nyomuló seregéhez. Neki szüksége is van ezekre, mert hogy lovassága nem nagyon van, ami meg van, az meg bárne lenne. Ugye ezek az úgynevezett Jézus Mária huszárok, ezeket ilyen Varasd és Zágráb megyei pandúrokból szervezik, és egy osztrák szemtanú szerint nagyjából úgy ültek a nyerekbe, mint a macska, amikor fölteszik, hogy le ne essen belőle, és amikor 49 januárjában bevonultak a fővárosba, akkor egy pesti német kofoly összecsapta a kezét, és azt mondta, hogy Jézus Mária, ezek is huszárok. Illetve van egy másik változat, amely szerint mindig Jézus Mária kiáltásokat hallatva futottak meg az igazi magyar huszárok közül. Tehát mondjuk ezekben olyan sok köszönet nem volt, de a császári királyi hadseregből átállt nehéz lovasságra, illetve könnyű lovasságra Jalasicsnak kétségkívül szüksége volt. Ugye ami az ellenállás esélyeit illeti, a horvát haderő a különböző kikülönítések, megszálló erők hátrahagyását követően még mindig 45 ezer fő, és az a magyar hadsereg, ami szemben áll vele a Dunántúlon, az 5 ezer fő 48. szeptember elején. Ugye ezek sorezredélyek, huszárok, illetve van ott két honvéd zászlóa is. Közben folyik a kis háború a délvidéken, illetve van egy politikai bizonytalanság, mert hogy Batthyány kormánya, miután az uralkodó nem volt hajlandó szentesíteni a törvénycikkeket, beadja a lemondását. Tehát néhány napig úgy tűnik, hogy még kormánya sem lesz az országnak, aztán István Nádor ismét Batthyányit bízza meg a kormányalakítással, és ez némileg megoldja a dolgokat. Szeptember végére kerül a magyar hadsereg olyan állapotba, hogy a Velencei tó északi partján, ugye ott Pákozd Sukoró térségében szembeszálljon a Jelasics előre nyomuló haderejével. Batthyány maga is ott van, előző nap még a táborban, 29-én reggel átmegy Jelasicshoz, megpróbálja lebeszélni őt a támadásról nem sok sikerrel, és így végül is 29-én a reggeli órákban megkezdődik a horvát támadás. Most annak ellenére, hogy a horvát hadseregnek az egyharmada nem jön meg, mert valahogy elfelejtik kézbesíteni az indulási parancsot, ami mondjuk azért a Székesfehérvár-Pákozd közötti távolságon elég komoly vezérkari mulasztásra utal. A horvátok még mindig legalább kétszeres túlerőben vannak, és hogyha ténylegesen szemben álló erőket nézzük, akkor meg ez a túlerő fölmegy háromszorosra, vagy három és félszeresre. Tudnélik, a Velencei tó déli partján is vannak magyar csapatok, nem lehet tudni, hogy a horvátok ott nem támadnak-e, ott nem támadnak, de ezeket emiatt nem lehet bevetni, és van egy viszonylag jelentős tartalék a Velencei tónak a keleti csücskénél is. Tehát akik ténylegesen ott vannak a csatában magyar részről, ez a szabadságharc első nagy csatája, az nem több mint 7500-8000 fő, és ezek vernek vissza egy nagyjából 30 ezer főnyi, vagy verik vissza egy 30 ezer főnyi horvát haderőnek a támadását. A közelharcban is kiválóan szerepelnek ezek a többnyire frissen felállított alakulatok, és a magyar tüzérség pedig abszolút elesöpri a horvát tüzérséget a szintéről, illetve a centrumban, tehát a hat középen támadó horvát haderőnek a támadó oszlopait lényegében szétlövi, mielőtt azok elérhetnék a magyar vonalakat. Itt ugye ezen a képen nagyjából ezt is láthatjuk. Mindig el szoktam mondani, hogy a csataképet nagyjából a felső egyharmadáig kell elhinni, mert hogyha valaki járt Pákozd környékén, akkor ott ekkora hegyeket hát a büdös életben nem talál, legfeljebb, hogyha nagyon sokat iszik a környékbeli, egyébként nem nagyon jó borokból. Mondom én ezt Fejér megyei voltom dacára. Lényeg az tehát, hogy a horvát támadást sikerül kivédeni, utána a magyar hadsereg vezetése elrendeli a visszavonulást Martonvásárig, mert attól tartanak, hogy a horvátok éjszaka megkerülik a magyar állásokat, és ugye Martonvásárnál találkoznak a fővárosba vezető utak. A visszavonulás közben azonban, hát hogy is mondjam, a hadseregnek a kötelékei erősen meglazulnak, tehát szükség van némi pihenőre, így aztán, amikor Jelasics fegyverszünetet kér, akkor ezt nagy örömmel fogadják el a magyar oldalon is. Jelasics viszont nem tudja, hogy mit csináljon a továbbiakban, mert hogy újabb támadást nem akar indítani, visszavonulni Horvátországba nem akar, és ezért végül is úgy dönt, hogy megpróbálja fölvenni a kapcsolatot közvetlenül Ausztriával, és az onnan neki szánt erősítéseket megpróbálja valahol közelebb a határhoz bevárni.
És ezért október 1-én elhagyja az állásait, és elindul északnyugati irányba, ugye Komárom, Győr, majd pedig Moson felé. És valóban ugye jönnének is ezek a bizonyos erősítések. Na most ezzel a hadmozdulatával viszont magára hagyja azt a mellék hadoszlopát, azt a hadosztályát, nagyjából 9000 főt, akik 10 nappal utána törtek be Szlovónia területéről Róth és Filipovics tábornokok vezetésével, és ezt a hadoszlopot október 5-én, illetve 7-én Görgei Artúr, Percel Mór és Csapó Vilmos őrnagyok, illetve ezredesek csapatai Ozoránál fegyverletételre kényszerítik. Ez a szabadságharcnak a számszerű adatokat tekintve legnagyobb katonai győzelmét, ugye 9000 ellenséges katona kerül ki a forgalomból. Ugyanígy felszámolják a székesfehérvári, illetve a nagykanizsai megszálló erőket, a fehérváriakat foglyulejtik, a nagykanizsaiakat kiűzik, majd pedig ugye október közepén még a Muraköznek a felszabadítására is sor fog kerülni. Közben az uralkodó mit sem tudva a Jelasics tákozni kudarcáról, Magyarországot ostrom állapot alá rendeli, és Jelasicsot nevezi ki teljhatalmú katonai és polgári kormányzóvá, és egyben feloszlatja a Magyar Országgyűlést, és hát ugye az országot, mint említettem, ostrom állapot alá rendeli. Ez egy formailag és tartalmilag egyaránt törvénytelen rendelet. Formailag azért, mert nincs rajta magyar miniszteri ellenjegyzés, tartalmilag pedig azért, mert az uralkodónak nincs joga feloszlatni az országgyűlést, csak akkor, ha az már megszavazta az előző évi zárszámadást és a következő évi költségvetést. A parlament éppen tárgyalja, gyorsan le is veszik a napirendről, nehogy véletlenül eltalálják fogadni. Ez adja meg a jelet a nyílt katonai ellenforradalomra, tehát ettől a pillanattól kezdve ugye ezt a rendeletet megkapja valamennyi magyarországi császári királyi katonai egység és különböző katonai szervezet, azok, amelyek úgy gondolják a továbbiakban nem kötelesek az osztrák kormányzat szerint engedelmeskedni a magyar kormánynak. Igen ám, de október 6-án Bécsben kitör egy újabb forradalom, és Jelosicsnak a legfőbb támogatóját, Latour osztrák hadügyminisztert a tömeg hát kivégzi, és ez lehetetlenné teszi egy időre, hogy ezt a bizonyos katonai ellenforradalmat ténylegesen koordinálják, mert hogy kiesett a legfőbb központ, tehát ugye az agyközpontban igazából nincs senki. Jelosicsot ezt arra kényszeríti aztán, hogy elhagyja az országot, tehát kivonul, amint megkapja a bécsi forradalom hírét, kivonul, Bécs alá vonul, és ott egyesül a városból kiszorított császári helyőrséggel. Október 7-én a Magyarországgyűlés elutasítja az uralkodónak az október 3-i rendeletét, majd pedig 8-án megbízza a végrehajtó hatalom vitelével a parlamenti képviselőkből alakult Országos Honvédelmi Bizottmányt, és ennek az elnökévé választják Kossuth Lajost. Ugye ettől a pillanattól kezdve Kossuth az ország első számú vezetője. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert korábban ugye még a Jelosics támadásának a megállítását is Kossuth érdemének tudták be, holott ebben alapvetően Batthyánynak sokkal nagyobb szerepe volt az általa végzett szervező munkának és mozgósító munkának. A Honvédelmi Bizottmány október 10-én rendeletet intéz a hadsereghez, hogy minden alakulat vegye fel a nemzeti jelvényeket. Ez ugye főleg a császári haderőből átkerült alakulatokra vonatkozik, a többiek azok eleve nemzeti jelvényeket viselnek, illetve a várőrségekhez, hogy tűzzék ki a nemzeti zászlót. Ez egy egyértelmű állásfoglalás, ahol kitűzik a háromszínű magyar trikolort, ott továbbiakban ezeknek lehet számítani az engedelmességére. A várok és erődök közül, amelyek eleget tesznek ennek a rendeletnek, Komárom, ugye a Felső-Dunánál az egyik legfontosabb erődítmény a Szűzvár, amelynek az egyik bársáján ugye van egy nő alak, aki állítólag fityiszt mutat az ellenségnek, és alá van írva, hogy nek árte, nek málte, tehát sem csellel, sem erővel. Valójában nem fityiszt mutat, hanem régen koszorú volt a kezében, csak a koszorú eltűnt, és ugye csak a mozdulat maradt meg belőle, de miatt hívták Szűzvárnak. Ugye a másik az Pétervár, az a Duna-Gibraltária az Aldunánál Újvidékkel szemben, és magyar kézre kerül még Lipótvár, Munkács, illetve Eszék is, meg hát természetesen a Budai Vár, mert hogy ott van a kormányzat. Elvész viszont Arad, amely már október elején, még mit sem tudva az uralkodói rendeletről, felmondja az engedelmességet, Temesvár és Erdélyben Gyulafehérvár, illetve a Dévai Sziklaváracska is a maga 50 határőrével, meg hát ugye különböző erődített városok. Na most 48. október elején a magyar hadsereg eléri a Lajtát, itt vannak viták a főhadiszálláson, hogy most segítsenek a bécsi forradalmároknak, hogy ne segítsenek. Ugye Bécsből nem jön hivatalos segítségkérés,
csak az akadémiai légió hívja be a magyarokat, de hát ez mondjuk azért annyira nem vehető komolyan. És még csak ellenségnek sem nyilvánítják ki Lassicsot a Bécsben ülésező birodalmi parlamentben, a Reichstagban, mert hogy az tele van szláv képviselőkkel, és ők bele vannak szerelmesedve Lassicsban, meg az általa képviselt ügybe. Ugye fordulatot majd Kossuthnak a megérkezése ad, aki október végén megjön a táborba némi erősítéssel, és megpróbálja rávenni a hadvezetést, hogy hát akkor próbálják meg fölmenteni Bécset, amely alatt ugye ott van Jelasics, a Bécsből kiszorított császári helyőrség, ez nagyjából 40 ezer ember, és még Windisgrécz herceg, a kinevezett fővezér alatt is megérkezik további 30-35 ezer. Tehát amikor október végén megindul a magyar támadás, akkor nagyjából 75 ezer emberrel kéne elbánni a 25 ezer magyar katonának. És tudjuk, a magyar katona vitéz, de azért a lehetetlen az messze áll a teljesítményétől. Így aztán nem véletlen, hogy amikor október 30-án bekövetkezik a következő csata, a második a szabadsághoz történetében Sváthnál, akkor ezt a csatát a honvédsereg elveszíti. Hozzá kell, hogy tegyük, hogy még jobban elveszítette volna, mint ahogy megtörtént, hogyha Jelasics vagy Windisgrécznek egy kicsit több esze van, és hogyha az erőinek a jelentős részét nem Bécs körül tartja a város ostromzára miatt, hanem a magyar fél ellen fordítja. Ugye a józan logika is egyébként az utóbbit írta volna elő, hiszen a Bécs, mint város nem tud elszaladni, a magyar hadsereg viszont el tud menni, tehát ezért kellett volna a magyarokkal végeznie. Szerencsére nem ez történt, és így ők kénytelenek lesznek meghallgatni a téli, a tavaszi és a nyári hadjáratot is, mert nem itt ért véget maga a szabadsághoz. Na most ugye a katonai ellenforradalom Erdélyben is kibontakozik. Itt alapvető problémát jelent, hogy egyrészt a lakosságnak sajnos már akkora többsége román, másrészt, hogy van két román határőrezred, a Besztercei Észak-Erdélyben, illetve az Orláti Dél-Erdélyben, és az északinak, tehát a Beszterceinek a parancsnoka, a képen látható Karl Urbán alezredes, majd ezredes, már 48 szeptemberében elkezdi katonailag megszervezni a környékbeli román falvakat, ugye ilyen menlevelet vagy biztosító levelet ad nekik. Szeptember végén pedig összejön a románoknak a harmadik balázsfalvi gyűlése. Ugye már az első kettő sem volt nagyon barátságos a magyarokkal és az unióval szemben, de ez már egyértelműen visszautasítja Magyarország és Erdély unióját, és alapvetően Erdélynek a lehetőleg román többségű koronatartománya alakítását és a Bécsből való közvetlen irányítását követeli. Október 18-án pedig, amikor eljut Puchnerhez is ez az október 3-i uralkodói kiáltvány, olyan több mint két hét kellett ahhoz, hogy Bécsből a posta elvigye oda kerülő úton, megjelenik Puchnernek a kiáltványa, amelyben Erdélyt is ostromállapot alá rendeli, és elrendeli a magyar nemzetőrségnek, illetve az alakuló honvédségnek a lefegyverzését, illetve utasítja az erdélyi határőrezredeket, nem csak a románokat, hanem a székelyeket is, valamint az Erdélyben lévő sorkatonaságot, hogy térjenek vissza a császár hűségére, engedelmeskedjenek az ő rendeleteinek. Na most ugye, miután Puchnernek alapvetően nincs elegendő katonája, és a székelyekről hamar kiderül, hogy nem fognak engedelmeskedni, sőt, ugye éppen az ellenkező oldalon fognak állást foglalni, és a reguláris katonaságnak a jelentős része az ugyan erdélyi kiegészítésű, de a többség nem magyar, ugye, hanem ezek is többnyire románok vagy szászok, de ennek ellenére nincs elegendő fegyveres erő a kezében. És ezért ezt a bizonyos lefegyverzést, tehát a magyar nemzetőrségnek a lefegyverzését gyakorlatilag kiadja bérbe, ha úgy tetszik, a román felkelőknek, abból kiindulva, hogy hát a szórvány magyar vidékeken, ott a környékbeli román falvakból összetóduló légiók, azok elegen lesznek ahhoz, hogy rábírják a magyar nemzetőrséget a fegyverek letételére. Nem ad azonban melléjük semmifajta katonai irányítást, hanem azt mondja, hogy csináljátok, fiúk, ahogy tudjátok. Na most hát a románok tényleg csinálják, ahogy tudják, ebből lesz az írtózatos etnikai háború, pontosabban írtó hadjárat sorozat, ami főleg Hunyad megyében, ugye még nagyobb mértékben alsó Fehérvár megyében, kisebb mértékben pedig még az észak-erdélyi területeken is lezajlik. Tudniillik, hogy a románok valóban elmennek lefegyverezni a magyar nemzetőrséget, de nem elégszenek meg azzal, hanem lehetőleg le is gyilkolják az összeterelt férfi lakosságot, sőt sok esetben ugye az asszonyokat, gyerekeket, öregeket sem kímélik. Ugye a legsúlyosabb ilyen jellegű atrocitások ezek közismerten Alsó-Fehérvár megyében történnek, itt főleg Zalatnának a pusztulását, Magyarigent, vagy egyáltalán itt a hegyaljai vidéket kell mindenképpen kiemelni,
Egy idő után ettől még az osztrák katonai vezetés is ideges lesz, nem annyira a magyarok szájnak nekik, hanem a kincstári vagyon. Ugye Zalatnán nem csak a helyi lakosságot gyilkolják le, hanem földújják a teljes bánya művet, meg az ottani kincstári vagyont is, és hát ez már ugye a kincstár számára is, meg az osztrák állam számára is nagyon fájdalmas. Ezért aztán október végétől, november elejétől megpróbálják szakszerűbbé tenni a románok hadviselését, tudnélik adnak melléjük katonai tanácsadókat, akik lehetőleg megpróbálják őket valamennyire rendben tartani. Ez sem sikerült tökéletesen, tehát ennek ellenére a szabadságot végéig vannak ilyen jellegű atrocitások, ugye a következő nagy ilyen hullám az majd 49. január elején lesz a Ben Észak-Erdélyi hadjárata után nagy egyednek az elpusztítása járái és a többi községeké, de azért alapvetően a legnagyobb és a legsúlyosabb atrocitásokra valóban ebben az október-novemberi időszakban kerül sor. Na most ugye a magyar fél is megpróbál ellenállni Erdélyben, aminek nem nagyon jók az esélyei. Egyrészt ugye a székely határőrök közül két teljes zászlóaj kint van Magyarországon, ezek nagyon hiányoznak, a székely huszárezredből is elvisznek 200-at. Ugye akik otthon vannak, azoknak a vezetői is nagyon vacillálnak, hogy most mit csináljanak, ezek többnyire nem is magyarok, tehát ugye Dorszner ezredes az egyik székely határőr ezrednek a parancsnoka, és ami még alapvető probléma, hogy nincs tüzérség, tehát ugye gyalogságot és lovasságot még úgy, ahogy lehet biztosítani, de ágyú, egy fia darab nincs gyakorlatilag a magyar félnek a kezén. Ugye kezdődik az egész október 16-18-án a székelységnek az agyagfalvi gyűlésével, amelyen elhatározzák a fegyveres ellenállást. Sajnos ezt követi az is, hogy azonnal mozgósítják a teljes fegyveres erőt, anélkül, hogy megszerveznék ennek rendesen az ellátását. Na most ebből ugye az lesz, mint ami az ilyen nagy tömegekkel történni szokott, hogy amíg tart a lendület, addig nagyon jó működik, ugye többször megverik ezeket a román felkelőtáborokat, Urbán ezredesnek a csapatait is, de amint elfogy a tarisznyából a szalonna, meg a kenyér, meg a pálinka, meg a hagyma, meg egyebek, hát abban a pillanatban ugye a katona megnézi, hogy honnan lehet szerezni. És ez általában a polgári lakosság, és ez nincs jó hatással a fegyelemre. Ennek következtében november elején ugye súlyos vereség éri ezt a sereget, Marosvásárhelyt, magát is föl kell adni, és három székre szorul vissza maga a székely ellenállás. Észak-Erdélyben is történik próbálkozás, ott egy Baldacsi Manó nevezetű tábornok az, aki hát megpróbál valamit kezdeni, de miután neki sincs normálisan tüzérsége, és meglehetősen kevés a reguláris fegyveres ereje, ott pedig Kolozsvárt kénytelenek feladni november közepén, és az észak-erdélyi szorosokhoz, az észak-erdélyi határvidékre vonulnak vissza. Van még egy akció, egy Katona Miklós nevű őrnagy, ugye Szatmár megyéből egy ilyen nagy mozgósított nemzetőri haddal megjelenik Dézs térségében, ott a környékbeli román falvakban többé-kevésbé rendet is rak, de amikor hát ugye császári reguláris erőkkel kerül szembe, ő is vereséget szenved, és hát a nemzetőri seregnek a jelentős része szétfut. És ugye itt derül ki, hogy milyen fontos a székelyföldi ellenállás. Tudni, Kuchner nem tudja kifejleszteni azt a sikert, amit Észak-Erdélyben a csapatai aratnak, hanem kénytelen a székelyekkel foglalkozni, és ezzel pont annyi idő jut a magyar fél számára, hogy megszervezhesse az észak-erdélyi fegyveres erőnek az újjászervezését és a megerősítését, és újra kezdhesse az itteni hadműveleteket. Na most ugye 48. október 10-én a bánsági császári királyi főhadparancsnokság és a temesvári erőd is felmondja az engedelmességet, ez megerősíti a szerb felkelésnek az ottani pozícióit, hiszen eddig ugye ezek az erők, ezek ellenségek voltak, most pedig barátok lesznek. Ez persze nem mindenkinek a gyomra veszi be, főleg nem a magyar legénységű ezredek hát parancsnoki karáé, nem is beszélve magáról a legénységi állományról. Eltart egy ideig, amíg a katonai helyzetet itt lehet rendezni. November-decemberben a magyar fél a bánságban felszámol több szerb tábort, és egészen Pancsováig, tehát a déli határ felé szorítja vissza a szerb felkelőket. A két erődítménnyel viszont Araddal és Temesváron egyelőre nem nagyon tud mit kezdeni, sőt ugye december közepén a temesvári várőrség különítménye föl is menti Aradot a magyar ostromzár alól. A Felső Dunánál, tehát a főad szintéren november 1-én történik meg a képen látható Görgei Artúr kinevezése a feldunai hadsereg élére. Itt ugye bizonytalan, hogy megindul-e az újabb ellenséges támadás,
Görgeinek az a dolga, hogy egy hosszú védvonalon, amely a Fertőtótól a Kiskárpátokig több mint 150 kilométeren áthúzódik, a maga 25-30 ezer emberével próbálja meg feltartóztatni az ellenséget, amennyiben bekövetkezik a támadás. Ez ugye egyáltalán nem egyszerű feladat. Itt az alakulatok jelentős része frissen van felállítva, nincsen látva normálisan fegyverrel, ruházattal, felszerelési tárgyakkal és egyebekkel. Van is közte és Kossuth között egy vita arról, hogy itt most koncentrálják az erőket, vagy pedig a merev határvédelem mellett döntsenek. Amikor december közepén megindul a császári királyi főerőknek az általános támadása Magyarország ellen. Ugye először Észak-Kelet Magyarországon, ott Eperjes és Kossa térségében egy Franz Schlick nevű tábornok tör be nagyjából 9000 emberrel Galíciából, és december 11-én megismeri az ott lévő magyar erőket Budamérnél, majd pedig 14-16-án az ellenséges főerők is megindulnak a Dunának mind a két partján, de a súlypont az a Dunán túli volt, tehát a Dunának a jobb partján van. Több kisebb összecsapásban megverik az ott lévő magyar egységeket, amelyek Győrig vonulnak vissza, ugye Győr körül van sáncolva, ezt próbálják védeni, de sajnos nagyon hideg van, ilyen mínusz 20 fok körül van folyamatosan a hőmérő, és emiatt minden olyan keményre fagy, ugye a Rába, a Rápca és a különböző patakok, folyók, mocsarak, hogy gyakorlatilag az ellenség nem csak gyalogsággal és lovassággal, de tüzérséggel is át tud kelni ezeken, így aztán december végén Görgei kénytelen kiüríteni Győrt és visszavonulni a főváros felé. Az ő segítségére fölrendelik a Mura mentéről Felcelmó tábornoknak a seregét, ez azonban december 30-án Molnál vereséget szenved, és 31-én emiatt az országgyűlés dönt arról, hogy átteszi a székhelyét, és a kormány is átteszi a székhelyét Debrecenbe a Tiszántúra. Január 2-án Pesten összegül egy haditanács, ebben ott van Görgei, Perccel, Fetter Antal helyettes hadügyminiszter, Répási Mihály az tartaléknak a parancsnoka. Úgy döntenek, hogy a főváros előtt nem kísérlik meg az ellenállást, annál is inkább, mert a Dunán való átkelés az meglehetősen bizonytalan. Ugye itt a képen már látszik a Lánchíd, de ez nincs kész igazából. Tehát éppen a járó felületét még eddigre nem sikerült tökéletesen elkészíteni. A Duna ugyan elvileg be van fagyva, de időnként zajlik, tehát azért azon átmenni 25-30 ezer emberrel az Isten kísértés lenne, főleg, hogyha egy vesztes csata után történik. Ezért elhatározzák, hogy feladják a fővárost, a Tisza mögött rendezkednek be védelemre, viszont miután attól lehet tartani, hogy Windisgrész nem fog megállni a fővárosnál, meg kell próbálni őt elterelni. És Görgei ezért javasolja azt, hogy ne az egész magyar hadsereg menjen vissza a Tisza mögé, hanem az ő hadseregét indítsák északnak a bányavárosok felé, és ezzel osszák meg Windisgrésznek az erőit, és vonják el a figyelmét a Tisza vonalnak a védelméről. És január 5-én pedig bekövetkezik magának a fővárosnak a feladásait. Ugye a képnél arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a derék művész, aki csinálta, az ismerte már a Lánchidat és a Budai várat, de nem tudta, hogy melyik irányból foglalták el a fővárost, mert itt Pestről vonulnak át Pestre, nem pedig Budáról vonulnak át Pestre, hogy ténylegesen az elfoglalás megtörtént. Na most ugye, hogy még rosszabb legyen a helyzet, január 4-én a felső magyarországi, tehát az észak-kelet magyarországi erőket megint megverik Kassánál, ekkor már a hadügyminiszter Mészáros Lázár vezeti őket, emiatt módosítani kell a január 2-i haditervet, döntenek arról, hogy a délvidéket is ki fogják üríteni, tehát az ott lévő nélkülözhető magyar erőket felhozzák a közép és a felső Tisza vidékére, és így próbálják meg koncentrálni őket. És amúgy pedig hát egészen a Maros vonaláig föladják ezt a bácskai és a bánsági területet. De ennyi bal szerencse közt és oly sok viszály után azért valami szerencse is van ebben az országban. Ugye kedves volt tanáromat és barátomat, Katona Tamást idézve, november végén, december elején megjelenik az Észak-Erdélyi Hadseregnek a főhadiszállásán egy rosszul fésült Fox Terrierre emlékeztető küllemű tábornok, József Ben, vagy Ben József, vagy Ben Apu, ahogy mi szoktuk nevezni, és átveszi az ottani magyar erőknek a parancsnokságát. Ugye a korábbi szakirodalomban gyakran az szerepelt, hogy Bema hitevesztett és megvert, és én nem tudom milyen hadseregből napok alatt ütőképes haderőt kovácsolt. Ebben persze sok igazság van, de azért hozzá kell, hogy tegyük, hogy kapott erősítést rendesen a délvidékről, sőt még a felső magyarországi hadszintéről is, például a korábban a Dunántúlon állomásozó székely határőr zászlóját is hazaküldték Erdélynek a védelmére. Tehát az a hadsereg, amivel ő december közepén megállítja a Puknernek az újabb támadását Észak-Erdélyben, majd pedig december végére kisöpri Észak-Erdélyből az ott lévő császári erőket, ez nem egészen azonos azzal, mint amivel Baldacsi annak idején elveszítette Kolozsvárt, hanem ez már egy jóval profibb hadsereg.
Ugye Ben egy kiváló vállalkozó kedvű katona, aki nagyon sok esetben kockáztat, nagyon sok esetben az észszerűség mértékén túl, viszont éppen emiatt a rámenősége miatt mindig képes meglepni az ellenséget. És ebben az esetben is ez történik, ugye először föltartóztatja Puchnernek a támadó oszlopait, majd pedig igyekszik őket elválasztani egymástól, ketté szakítja az Észak-Erdélyben lévő császári erőknek az arcvonalát, az egyik felét Dél-Erdély felé űzi, a másik felét pedig kipaszírozza egészen Bukovinába. Január közepén fölveszi a kapcsolatot a Székelyfölddel, ugye bevonul Marosvásárhelyre, majd pedig megindul Dél-Erdély felé, ugye Nagyszeben meg a bevételére. Ennek a hadjáratnak nem annyira a győzelmek méretei miatt van jelentősége, itt ugye ilyen pár tucat ember esettel mindegyikben, ugye alapvetően nem ennek alapján mérjük egy győzelemnek a jelentőségét, hanem az, hogy végre van egy olyan hadszíntér, amire nem kell katonákat küldeni, és ahol többé-kevésbé rend van, és a tetejében ez ott van Debrecen mögött, tehát ugye legalább kelet felől nem kell az új fővárosban, az új ideiglenes fővárosban támadástól tartani. Január elejétől február közepéig zajlik a Görgeinek a téli hadjárata, bejön az a számítás, amit ugye a január 2-i haditanácson megfogalmaztak, tudnélik, Windischwitz valóban nem követi a magyar erőket a Tisza vonal irányába, csak Görgeinek a seregét üldözteti igazából jelentősebb erőkkel, meg a felvidékre betölt egyéb császári erőkkel, és annak ellenére, hogy ebben a hadjáratban Görgeinek a serege gyakorlatilag összesen két győzelmet arat, és van egy mondjuk felénk hajló pontozásos döntetlen, ennek ellenére a fő hadműveleti célt, az ellenséges haderőnek a lekötését és az elvonását a főhadszintéről sikerül elérni. Ez is azt mutatja, hogy nem mindig a győzelem az, ami egy hadjáratnak, vagy tehát a csatatéri győzelem az, ami egy hadjáratnak az eredményességét meghatározza. Ugye ez a bizonyos győzelem február 5-én a Branyiszkói hágon történő áttörés, amelynek az ábrázolását itt láthatjuk. Közben a felső magyarországi hadszintéren is történik egy fordulat, egy Klapka György nevű ezredest neveznek ki az itteni erők parancsnokává, aki január 22-23-án a Bodrog vonalán megállítja Schlicknek a támadását, majd pedig amikor Schlick erősítést kap és kénytelen Klapka visszavonulni, akkor január 31-én a Tisza vonalán Tokajnál megint visszaveri az ellenséges támadást, tehát itt alapvetően ugyan védelmi pozícióval, de sikeres harcok zajlanak le. És január 22-25-én pedig Perzelnek a megerősített hadteste is előre tör a Tisza mögül, és egy nagyon gyors lefolyású hadjáratban először Szolnokot, majd Ceglédet foglalja vissza, és ezzel Windischgrécet annyira kétségbe ejti, hogy az még a görgei üldöző erők egy részét is visszarendeli Észak-Magyarországról, és mire Perzel ellen bevetetni őket, addigra Perzel megint visszament a Tisza mögé, tehát igazából egy ilyen ökölcsapás lesz a semmibe. Na most, ugye miközben a magyarországi hadszintéren jól alakulnak a dolgok, Erdélyben megint elkezdenek rosszul alakulni, de ugyanis január 21-én eléggé meggondolatlanul megtámadja Nagyszebent, azért mondom, hogy meggondolatlanul, mert létszámban jóval kisebb az ereje, mint a városvédő császári királyi erő, nem is beszélve arról, hogy azok a sáncok mögött vannak, ő pedig hát ugye nyílt téren. Ez még nem lenne olyan nagy baj, de amikor visszavonul Vízaknára és Puchner követi őt, akkor ott ezzel a létszámban kisebb erővel meg is támadja Buchnert, amivel írtózatos vereség lesz, gyakorlatilag szinte a teljes tüzérségét és a seregének a jelentős részét elveszíti, és ezután következik az a kinkeserves visszavonulás Déváig, amit ugye Petőfi megénekelt a Négy nap dörgött az ágyú Vízakna és Déva között című versében. Sőt, hogy még sokasuljanak a bajok, ugye Puchner behívja az oroszokat Nagyszeben és Brassó megszállására, hogy az ottani helyőrséget is be tudja vetni Bem ellen. Ez meg is történik, ugye nagyjából egy olyan 8000 orosz katona bejön Erdélybe, azzal, hogy ők megvédik a városokat, de támadó hadműveletben nem vesznek részt, ennek majd a tavasz folyamán lesz jelentősége. Február 9-én viszont Bemnek végre megint szerencséje van, tudnélik Magyarországról erősítéseket kap Damjanich tábornoktól, és ezeknek a birtokában a Piski hídnál megállítja az ellenséges támadást. Ez a Piski ütközetnek az egyetlen fennmaradt korabeli ábrázolása. A képen nem Bemapó vezényel ott a híd karfáján, hanem Kemény Farkas ezredes, és hát ugye el szoktam mondani, hogy sok mindenre hasonlít, legkevésbé csataképe, inkább a lakodalom van a mi utcánkban lehetne a képnek az aláírása, de mint egy ritka ábrázolás, azért szeretném rá fölhívni a figyelmet. Ugye a Piski győzelem után Bem értesül arról, hogy Észak-Erdélybe is betöltek a császáriak, viszonylag gyorsan ott terem, szerencsére azokat a császári erőket,
addigra onnan már visszarendelik Bukovinába, mert hogy ott meg megint magyar betöréstől tartanak. Így aztán benn megint megindulhatna dél felé, azonban március 2-án Medgyesnél beleütközik Puchnernek a főerejébe, és a kétnapos ütközetben vereséget szenved tőle. Ezután visszavonul Segesvárra, ahol hát ugye gondolkodik, hogy most mit is csináljon. Puchner viszont úgy látja, hogy végre itt van számára a nagy esély, ugye, hogy Segesvárnál bekeríti Bemet, és végre vége lesz ennek az állandó hát kergetőzésnek itt Erdély hegyei és völgyei között, és több irányból megindítja ezeket a bekerítő egységeket, egyetlen egy útvonalat hagy érintetlenül, illetve megszállatlanul, ez ugye a Segesvárról közvetlenül Nagyszebenbe vezető út, mert hogy nem akarja fölhívni a figyelmet magára a támadásra. Benn viszont ezt azonnal észreveszi, közli a legénységgel, hogy megyünk Nagyszebenbe, és ugye miközben Puchner ott a mellékutakon kínlódik a tavaszi áradásokkal, felázásokkal és egyebekkel, Benn 48 óra alatt egy gyilkos gyalogmenetben ott terem Nagyszeben előtt, és megtámadja a várost. Na most ugye az oroszoknak nincs annyi eszük, mint Puchnernek volt 49 januárjában, ők kijönnek a városból, és ez lehetővé teszi Benn számára, hogy a nyílt mezőn vereséget mérjen rájuk, és utána pedig úgy döntenek, hogy hát a testi épségük az fontosabb, mint a város védelme, és meg se próbálkoznak a város védelmével, hanem kivonulnak onnan. Ez lényegében összeomlasztja az erdélyi császári királyi erőknek a védelmi képességét. Puchner maga is ágynak esik, egy Kaján József nevezető, nagyobb, Isten nagyobb dicsőségére magyar származású tábornok veszi át az erdélyi osztrák hadseregnek a parancsnokságát. Próbálkoznak ezek mindennel, ugye szeretnék például bevetni az oroszokat, de az oroszok azt mondják, hogy köszönik szépen, ők csak a városvédelemre szerződtek, nem pedig tényleges támadólagos harcra, és az osztrákok biztosítsák az ő kivonulásukat Havasalföldre. És így aztán ugye az oroszok hiányában az osztrákok sem nagyon tudnak kísérletezni az ellenállással. Lényeg az, hogy március végére Benn Erdélynek a jelentős részét felszabadítja, ugye csak Gyulafehérvár, illetve az erdélyi érthegység marad az osztrákok és a román felkelők kezén. Na most ugye Magyarországon február közepére nagyjából összejön ez a bizonyos összpontosítás, ekkor neveznek ki egy másik lengyel tábornokot, egy Henrik Dembinski nevű altábornagyot fővezéré a Tisza mögött lévő magyar csapatoknál. Ugye Dembinski minden tekintetben ellentéte Bennek, tehát nem határozott, nem rámenős, és semmifajta koncepciója nincs arról, hogy mit is csináljon. Titkolózni ugyanúgy szeret, csak ugye van az a fajta, aki úgy titkolózik, hogy van valami a fejében, és van az a fajta, akinek meg nincs. És sajnos a Dembinski az utóbbi volt. Egy bizalmatlanság alakul ki már a kezdet-kezdetétől közte is az alárendelt tábornokok között. Megakadályozza az Észak-Kelet-Magyarországon elszigetelten álló sliktábornoknak a hatatós üldözését, és február 26-27-én pedig Kápolnánál úgy veszíti el a Windischwedt újabb támadása következtében bekövetkező csatát, ugye ez a harmadik csata a szabadságharc történetében, hogy a hadszíntér egészét tekintve lényegében ő lenne fölényben, csak nem sikerül a különböző csapatait időben a csatatérre érkeztetni. Február 28-án Mezőkövesnél ugyan van egy magyar visszacsapás, ott jó megkergetik az osztrák lovasságot, még ágyukat is vesznek el tőlük, de Dembinski ennek ellenére elrendeli a visszavonulást a Tiszához, majd pedig a Tisza mögé, és ennek következtében március 3-án elmozdítják őt a fővezérségről. Ugye Dembinskinek a haditerve az lett volna, hogy Szolnoknál indítanak egy ilyen tüntető jellegű támadást, és ott magukra vonják a császári erőknek a figyelmét, és ez alatt a főerők megindulnak a főváros felé. Ez a támadás azonban sajnos a kápolnai csata után egy héttel következik be. Itt persze jó megverik az osztrákokat, egy teljes dandárt, hát eléggé harcképtelenné tesznek, de ez már csak szépségflastrom a vereségen, ha úgy tetszik. Egy megkésett diadal, amelynek tényleges katonai jelentősége nincs. Nagyjából egy hónap múlva következik be aztán a döntő fordulat, amikor Görgeit nevezik ki Kossuth ideiglenesen fővezéré, és ekkor végre megindulhat a magyar hadseregnek a nagy ellentámadása Windischgrätz ellen. Itt ugye nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a hadsereg, ez még nincs egy éves. Tehát ugye ugyan a benne szolgáló császári királyi ezredek több éves katonai szolgálattal rendelkeznek, de a hadseregnek a döntő többsége frissen fölállított honvéd zászlójakból áll, amelyek közül még a legidősebb sincs 10 hónaposnál idősebb. Tehát egy viszonylag gyorsan fölállított és gyorsan megszervezett haderőről van szó.
Na most a hadszíntér egészét tekintve a császáriak vannak fölényben, hogyha összeadjuk a különböző helyeken lévő hadtesteket, hadosztályokat, dandárokat. Viszont ugye Görgei és a társai kidolgoznak egy olyan haditervet, amivel elérik azt, hogy a tavaszi hadjáratban minden egyes összecsapásban a magyar fél legyen fölényben, tehát mindig nekünk legyen ott több katonánk, mint az ellenségnek. És ez egy óriási vállalkozás volt minden tekintetben, ugye megpróbálják elérni azt, hogy a gyöngyös hatvani országúton a hadsereg egy része magára vonja az ellenség figyelmét, és az alatt a többiek egy ilyen délnyugati, északnyugati kerülővel megpróbálnak az ellenség oldalába vagy hátába kerülni. Ez nagyon kockázatos, mert hogyha a Vindizsülésznek több esze van, akkor észreveszi, és hát ugye ő fogja hátba vagy oldalba a magyar erőket, de alapvetően mégiscsak bejön a számítás. Április 2-án 60-nál győznek, 4-én Tápióbicskénél, 6-án pedig Isaszegnél a Szabadságharc 4. nagy csatájában a két főerő is megmérkőzik egymással. Most az isaszegi csata sok tekintetben hasonlít a kápolnaira. Egyrészt egyik fél sem tervezett arra a napra összecsapást, másrészt egyik félnek sem volt az egész hadereje a csatatéren. És azon múlt igazából a végeredmény, hogy kinek lesz elegendő ideje és kinek lesz elegendő energiája, hogy minél több katona megjöjjön. És végül is a magyar félnek sikerül ez, ugye a 4 ott lévő magyar hadtestből összesen 3 vesz részt a csatában, Vindizsülész pedig összesen másfél hadtestet képes bevetni. Itt is vannak persze nehéz pillanatok, a csata elején a Klapkának a katonái megfutnak, de aztán Görgei visszafordítja őket, és végül megjön a magyar erősítés, és egy alapvetően nagy diadalt aratnak. 7-én Gödöllőn összeül egy újabb haditanács. Ugye ezen úgy döntenek, hogy eladják még egyszer ugyanazt a haditervet az ellenségnek. Tudnélik, a magyar hadsereg egy harmadát ott hagyják a főváros előtt, és a másik két harmaddal pedig egy északnyugat-délnyugati kerülővel megkerülik az ellenségnek az állásait, és Komáromnál átkelve, egyben fölmentve a komáromi erődöt, ugye megpróbálják az ellenséget rávenni arra, hogy hagyja el az ország jelentős részét. Ez egy még kockázatosabb haditerv, időnként egy heti távolságra elkeveredik egymástól a két magyar csoportosítás. Ennek ellenére ez a haditerv is bejön, mire Vindizsgrécz észrevenné, hogy miről van szó, addigra a magyarok már átkeltek a Garamon, Nagysallónál megverték az ellenséges tartalékhadtestet, majd pedig eléri Komáromot, és hát ugye ez a kudarc sorozat, ez magának Vindizsgrécznek is a beosztásába kerül, mert hogy április közepén elmozdítják őt a fővezérségből, és helyette egy Ludwig Velde nevű táborszernagyot neveznek ki. Április 26-án a magyar fél átkel a Dunának a déli partjára, felszámolja a délről is a komáromi ostromzárat, ekkor viszont a főváros alól visszavonulóban lévő ellenséges fősereg is megérkezik. Itt lényegében egy nagy döntetlen csata zajlik le, ez az 5. csata ugye a Szabadságharc történetében. És hát mind a két fél örülhet a végeredménynek, mert a magyarok fölmentették Komáromot, az osztrákok meg viszonylag épbőrrel el tudták vinni az írájukat a Rába vonaláig, sőt még azon is túl. És itt kell arról dönteni, hogy milyen irányba folytassák a továbbiakban a hadműveleteket, ugye, hogy üldözik az ellenséget Bécs irányába, vagy pedig az ellenség által megszállt budai erődítménynek a felszabadítására vonulnak vissza. Na most, hogyha az erőviszonyokat és az adottságokat nézzük, akkor hát a Bécs elleni támadás mellett olyan sok minden nem szólt. Tudnélik, az ellenség, amelynek eddig a csapatai ugye meglehetősen szét voltak szórva a felvidéktől a Dunántúlig és a különböző egyéb területekig, ezeknek a vereségeknek a következtében Bécs előterében összpontosult, és még mindig van vagy 55 ezer hadra fogható embere, miközben a Görgeinek a hadserege a tavaszi hadjárat elején sem ért el az 50 ezer embert, akik pedig ténylegesen ott vannak Komáromnál, az nagyjából 27 ezer fő, tehát egy kétszeres ellenséges erőfölényt kéne megpróbálni kivédeni. Hozzátendő, hogy elfogyott magának a tüzérségnek a lőszere, a komáromi csatában a magyar huszárság egy része azzal foglalkozik, hogy vizes rongyal a kezében kergeti azokat az ágyugójókat a csatatéren, amiket az ellenség kilőtt a magyar csapatokra, hogy legyen mit visszalőni a feladóra, annyira elfogytak a kilőhető golyóvisok, és hát ugye meglehetősen lassan jön ez a bizonyos utánpótlás, mert Nagyváradról kell szállítani, és ugye az egyetlen átkelési pont a Dunán, a Lánchíd, amit járhatóvá lehet tenni, az meg az ellenség ellenőrzése alatt van. Ezért is döntenek aztán amellett, hogy nem folytatják az ellenség üldözését, amely egyébként nem volt annyira rossz állapotban, tehát hozzá kell, hogy tegyük, hogy a vereségek ellenére elég jól teljesítettek az április 26-i komáromi csatában.
Tehát, hogy nem folytatják az ellenség üldözését, hanem helyette Budának a visszavételére mennek vissza, ami aztán május 4-e és 21-e között meg is történik. Az összességében ez volt a szabadságharc legnagyobb katonai diadala, ugye 5000 ellenséges katona került ki a forgalomból, és mellettük több mint 200 ágyút és több ezer kézi lőfegyvert és óriási hadikészleteket sikerült zsákmányolni. Ugye a mellékhadszínterekről néhány szó, 49 telén a magyar hadsereg tartja a Marosvonalát, februárban ugye az osztrákok megint fölmentik Aradot, de márciusban a képen látható Vécsei Károly veszi át az ostromsereg parancsnokságát, és április közepére hermetikusan elzárja az erődöt a külvilágtól. Tudnélik azt az egyszerű megoldást választja, hogy átvágja a Maros kanyarulatát. És emiatt, hogy az osztrákok nem tudnak kijönni az erődből, és előbb-utóbb elfogy az élelem. És hát miután mindent megettek, utána kénytelen megszulladni, ami aztán 49. július 1-én be is következik. Pétervárad magyar kézen van, amikor márciusban Perczel tábornok átveszi a délvidéki erők parancsnokságát, akkor föl is menti az erődöt, legalábbis részben, majd pedig április elején beveszi Szent Tamást és fölszabadítja a Bácskát, április végén, május elején pedig Bemmel közösen visszafoglalják a bánság nagy részét, és Temesvár pedig szoros ostromzár alá helyezik. Tehát itt alapvetően azt látjuk, hogy a tavaszi hadjáratban mind a fő, mind a mellékhadszintéren folyamatosan a magyar félnek lesz előnyösebb a pozíciója. Ugye visszafoglalnak, vagy ostromzár alá helyeznek olyan erődítményeket, amelyek addig minden további nélkül komoly gondot okozhattak. Csak hogy éppen május 21-én sajnos az orosz cár első Miklós 200 ezer katonát ígér első Ferenc Józsefnek a magyar szabadságharc leverésére. Erről még azt kell elmondani, hogy ez volt a legnagyobb orosz hadsereg, ami egészen addig elhagyta valaha az orosz határokat. Tehát a Napóleon elleni 1813-15 közötti hadműveletekben sem vetettek be ekkora orosz haderőt, mint amekkorát a kis magyar szabadságharc leverésére első Miklós elküldött, és hogy biztosra menjen, még azért egy olyan 80 ezer embert készültségbe helyezett a határon. Ugye nagyjából 1 millió fő volt a teljes orosz haderőnek a létszáma, ennek a több mint az egynegyede az ilyen-olyan módon a magyar szabadságharccal foglalkozott. Na most amilyen jól mentek a dolgok a téli hadjáratban, olyan kevésbé mentek jól a tavasziban. 49. május végén ugyanis Jelasicsnak a serege megjelenik a délvidéken, és június 7-én Kájtnál, ez ott Újvidéktől van nem messze, súlyos vereséget mér Perczelre, ami azt jelenti, hogy a délvidékre is erősítéseket kell küldeni. A magyar főerő Görgei vezetésével a Vág mentén Felső Magyarországon próbálkoznak egy nagy támadással a császáriak ellen. Ez azonban kudarcba fullad, nem utolsó sorban azért, mert közben a császáriak kaptak egy 12 ezer főnyi orosz hadosztályt erősítésként. Ugye Görgei ezek után javasolja, hogy Komáromnál és a Tiszántúlon összpontosítsák két központban a magyar erőket. Amíg Komáromnál ott van a magyar sereg, addig az osztrák fősereg sem fog onnan elmozdulni, és az alatt a magyar mellékerők a délvidéken valami tisztább helyzetet teremthetnek, például bevehetik Temesvárt. Ezt a kormány el is fogadja június 26-án, azonban 28-án az osztrákok indítanak egy nagy arányú támadást a Rába mentén, elfoglalják Győrt, és ezzel szabaddá válik az útjuk a főváros felé, ezért aztán 29-én az újabb pesti haditanács felülírja a korábbi határozatot, és elrendeli valamennyi honvéderőnek a Szegednél történő összpontosítását. Na most amilyen jó ötlet volt a komáromi összpontosítás, annyira rossz volt a szegedi, ez ugyanis semmifajta előnnyel nem járt, azon kívül, hogy ki lehetett pucolni az országból vereség esetén. Ugye Szeged egy nyílt teret, nincsenek erődítmények, akkor kezdik el őket építeni. Tetejébe az elmúlt időszaknak a hadműveletei következtében szinte teljesen ki van élve a környék. És míg a komáromi összpontosítás ugye szétválasztja az ellenséges haderőket, addig a szegedivel gyakorlatilag egy pontra vonzották volna a teljes orosz és osztrák haderőt. Ugye Görgei megígéri, hogy engedelmeskedni fog, azonban egy ilyen félreértés következtében Kossuth úgy érzi, hogy Görgei fölmondta az engedelmességet, leváltja a fővezérségről. Július 2-án pedig Hajnónak a császári főserege Komáromnál megtámadja Görgei seregét, elfoglalja a sáncok egy részét, Görgei azonban egy óriási ellentámadással kiűzi őket onnan, majd pedig egy nagy lovassági támadásban majdnem kettészakítja az ellenséges arcvonalat, azonban ő maga is megsebesül ebben, itt ugye a kép középpontján őt láthatjuk, hogy ilyen vörös hacukában, amint integet a másik magyar hadoszlopnak. Ugye július 11-én van egy újabb áttörési kísérlet, itt Komáromnál ez nem sikerül, és ezek után Görgei a fősereggel megindul a Duna bal partján, hogy aztán a Duna-Tisza közén jusson le Szeged felé.
Azonban 15-én Vácnál beleütközik az orosz hőseregbe. Na most ezeket nem tud áttörni. Megtehetné, hogy visszamegy Komáromba, vagy megtehetné, hogy jó partizán módjára ugye addig-addig rohamozza az oroszokat, amíg el nem fogy. A serege azonban nem ezt teszi, hanem egy sokkal kockázatosabb vállalkozásban rávonul az oroszoknak az utánpótlási vonalára a felvidéken, és megpróbálja a hátuk mögött elérni Tokajt, a tiszai átkelőt és a Tiszántúlon levonulni az összpontosítás helyszínére. Itt ugye neki van nagyjából 30 ezer embere, az oroszoknak van 120. Mindenhová ők állnak közelebb, és Görgei mindenhová előbb odaér. Tehát ez egy óriási katonai teljesítmény, nem is beszélve arról, hogy az intervenciós erőknek az egyharmadát, ezt lényegében egy hónapra kivonja a forgalomból, és lehetővé teszi a többi magyar haderőnek, hogy valamit kezdjenek a császári királyi fősereggel. Ugye június végén Erdélyben is bekövetkezik az orosz-osztrák invázió, itt Bemnek nagyon nehéz dolga van, mert ugyan nem nagyon jelentős a számbeli fölény az orosz-osztrák részről, a minőségi viszont annál inkább. Ugyanis Bem az erdélyi hadjáratnak a győztes seregéből igen jelentős erőket kivitt magával a bánságba, és ezek ott maradtak. Na most akik itt vannak Erdélyben, ezeknek a nagyjából a fele, ez frissen felállított alakulat, annyira, hogy 49 áprilisában meg májusában kezdték el őket szervezni, nincsenek rendesen felszerelve, nincsenek rendesen kiképezve, és további problémát jelent, hogy ezek erdélyiek. Ugye ez nem azért jelent problémát, mert az erdélyi ember gyávább, mint a magyarországi ember, hanem azért, mert hogyha valaki otthon van és otthon verik meg, akkor hazamegy. Míg hogyha ugye mondjuk egy dunántúli alakulat van Erdélyben, az nem tud hazamenni, hanem az kénytelen együtt maradni. Ez egyébként vice versa működik, tehát a többi hadszintéren is ez a helyzet. De miután itt nincs lehetőség egy nagy arányú átcsoportosításra, ezért ugye az erdélyi hadjárat veszteségei után általában nem a véres veszteségek a nagyok, hanem általában inkább a szökések. Na most ugye benne két célt kell valamilyen módon megoldani. Egyrészt ugye, hogy a Székelyföldtől, a legfőbb bázistól megpróbálja távol tartani az oroszokat meg az osztrákokat. A másik, hogy megakadályozza őket abban, hogy kijussanak Erdélyből a magyar főerők hátába. Ugye az egyik az egy keleti irányú aktivitás, a másik meg egy nyugati irányú aktivitás, tehát gyakorlatilag ez a Mission Impossible, ez a lehetetlen küldetés. Na most ennek ellenére Bem két hónapon keresztül ezt megoldja. Gyakorlatilag szinte minden egyes összecsapásban megverik, tehát az erdélyi hadjáratban lámpással is nagyon nehéz győztes ütközetet találni 49 nyarán, de mégis rákényszeríti az akaratát folyamatosan az orosz és az osztrák térre. És ugye igazából ebben mutatkozik meg, hogy valaki nagy hadvezére vagy sem, tehát nem feltétlenül a győzelmek számában, hanem ugye a saját szándék meg az ellenségre való rákényszerítésében lehet ezt megtalálni. Ugye július 31-én van a segesvári vereség, amit csak azért mutatok meg, mert ez egy olyan kép, ami van is, meg nincs is. Ez a Lengyel Hadtörténeti Intézet, a Lengyel Hadtörténeti Múzeumban volt, de sajnos 39-ben lebombázta a Luftwaffe több más hasonló ábrázolással együtt. De miután korábban szó volt arról, hogy elcserélnék a Magyar Szépművészeti Múzeummal, ezért lefotózták, és maradt róla fotómásolat itthon is, meg Varsóban is, és ilyen módon a hadjáratnak ez az ábrázolása, ez fennmaradt, egyébként abszolút hiteles, tehát rajta van a Haller kastély, és teljesen pontos a tájnak a képe is. Ugye ez volt az összecsapás, ami nem volt az erdélyi hadjárat döntő összecsapása, csak azért gondoljuk annak, mert szegény Petőfi Sándor ebben esett el, és ugye utána vitték el Barguzinba, mint ezt tudjuk, és ott vett el a postamesternek a lányát, de ezt ne vegyék persze tőlem komolyan. Tehát az egész úgy hülyeség, ahogy van, ugye Petőfi nagy valószínűséget tényleg hősi halálhat Segesvárnál, és nem csak őt, hanem egyetlen egy magyar hadifoglyot sem vitte ki Erdélyből 1849 nyarán. Pontosan kivitték őket, csak nem Oroszországba. A döntő vereség az Nagyszeben és Nagycsűr környékén van augusztus 6-án, ami után Bem a magyarországi hadszintére siet. Na most a délvidéken közben valamennyire sikerül rendezni a helyzetet. Július 14-én Fetter Antal és Gulyon Rihárd tábornokok Kishegyesnél jó megverik Jelosicsot, olyannyira, hogy az egészen augusztus 13-áig ki sem dugja a továbbiakban az orrát a titeli fensíkról, és csak utána indul meg. Majd pedig ugye megvalósul ez a bizonyos szegedi összpontosítás, azonban ennek a legfőbb tényezője Henrik Dembinski tábornok, aki az egészet kitalálta, hirtelen megállapítja, hogy Szeged védhetetlen, és elrendeli a városnak és környékének a kiürítését. Előtte még vív egy háromnapos csatát az osztrák főerőkkel, teljesen fölöslegesen. Utána viszont nem a magyar kézen lévő Arad, hanem az osztrák kézen lévő Temesvár felé vonul vissza, ahol aztán augusztus 9-én
amikor bennek átadja a fővezérséget, ez a hadsereg súlyos döntő vereséget szenved. Gyakorlatilag ez a szabadságharcnak a döntő összecsapása, tehát utána már további esély nem nagyon van. A délvidéki seregedben lényegében megsemmisül, 6000 hadifoglyot ejtenek az osztrákok, ez óriási mennyiség, ugye korábban 4-5 csatában nem ejtettek összesen ennyit, ez arra mutat, hogy ha úgy tetszik, abszolút megszűntek a hadseregnek a kötelékei. Ugye az egyetlen magyar fegyveres erő, ami még megvan, az Görgeinek a feldunai hadserege, amely ezekben a napokban érkezik Aradra. 30000 embere van, sorai között 5000 fegyvertelen újonc, akiknek budlibicskájuk van legfeljebb, hogy megehessék a szalonnát, meg a kenyeret reggelire, meg ebédre. Van 144 ágyúja, csövenként 200 lőszere, ez viszonylag jó, viszont a gyalogságnak puskánként van másfél töltény, amivel hát olyan sok mindent nem lehet kezdeni. Ugye utánpótlási lehetőség nincs, a többi magyar erő az vagy megsemmisült, vagy távol van, olyan távol, hogy nem lehet velük fölvenni a kapcsolatot. Északról jön Paszkevics herceg az orosz fősereggel, Erdélyt már elfoglalták az oroszok és az osztrákok, délről pedig jön a hajna az osztrák főerőkkel, és hát ebben a helyzetben nem csoda, hogy a hadsereg haditanácsa, és itt hangsúlyozni szeretném, ez nem a görgei egyszemélyi döntése, a hadsereg haditanácsa egyébként összhangban egy korábbi magyar minisztertanácsi döntéssel úgy dönt, hogy inkább az oroszok, mint az osztrákok előtt fognak kapitulálni, és ez történik meg 49. augusztus 13-án, nem Világosnál, hanem Szőlősnél, Világosról csak elindulnak letenni a fegyvert, és a két faluval odébb lévő Szőlős község határában történik meg a fegyverletétel. Ugye azért, hogy valami jót is mondjunk, a Komáromban hátrahagyott magyar erők július végén, augusztus elején felszámolják az ottani osztrák ostromzárat, ezzel ugye megfordítani a szabadságharc sorsát nem sikerül, ahhoz viszont ez a teljesítmény bőven elegendő, hogy az osztrákokat rákényszerítse arra, hogy Komárommal tárgyaljanak, ugye mégiscsak az egyik legjobb erődítményről van szó, és ilyen módon a komáromi várőrség szeptember 27-én feltételek fejében dönt a vár átadásáról, és október 2-a és 4-e között történik meg az erődítmény átadás, ugye katonai tiszteletadással vonul ki ez a haderő, és mindenkit mentesítenek mindenfajta egyéb konzekvencia elől. Hozzátendő, én a bécsi hadilevéltárban megtaláltam azt a memorandumot, amit az osztrák tüzérség főparancsnoka, az osztrák mérnökkarnak a főparancsnoka, illetve a műszaki alakulatok főparancsnoka közösen írt. Ugye elmentek, megnézték Komáromot, megállapították, hogy mennyibe kerülne szétlőni, mennyibe kerülne újraépíteni, és megállapították, hogy ezt költségvetésileg az osztrák állam nem bírja el, akkor inkább tárgyaljunk. És hát többek között emiatt is tárgyaltak a komáromi várőrsége. Ez persze mit sem von le Klapkának és a társainak a vitézségéből. És hát ugye a végeredmény, egy korabeli olasz karikatúrát láthatunk, amikor ugye az orosz medve által lefogott fedetlen keblű magyar szüzet meggyilkolja a meglehetősen gusztustalan küllemű kétfejű osztrák sas, tehát osztrák győzelem következik be orosz segítséggel, így ért véget a szabadsághoz. Köszönöm szépen a figyelmüket és elnézést, ha nagyon hadaltam volna, ha nagyon hosszú lettem volna, de ha még maradt önökben kérdés, akkor persze kényszerűen válaszolok rá. Köszönöm szépen.